Hú, na az is egy érdekes figura, tehát mikor ott voltam, kérdezték tőlem, hogy én minek vagyok ott, és mikrofonba kellett beszélni, képzeld el. Akkor, hát én hol szólalok én meg, Isten őriz, hogy mondom, én megszólaljak, vagy valami, na de nem volt választás, oda nyomták a mikrofont, hogy beszéljek. Hát maga mit keresik? Hát mondom, tudod, én itt csak, mondom, én keresem Istent. Szeretném megismerni a jó Istent és Jézust. Ennyit tudtam mondani. És képzeld el, hogy a legelső ilyen alkalommal, ezen az alkalmon, rögtön oda ki kellett állni a Isten tiszteletnek a végén, sorba állították azokat az embereket, akik először voltak ott, és hogy akkor, na, jöjjünk, akkor meg kell, hogy töltsünk titeket Szent Szellemmel. Mondom, mivel? Azt se tudtam, hogy mi az, hogy Szent Szellem, érted? Vagy mondom, mit akarnak belém tölteni? Vagy mondom, mi lesz, most mi lesz itt is? Hát, nagyon durva volt is ráadásul úgy, hogy én ezektől rettegtem, hogy nehogy valamit így belém töltsenek, mert én hittem ezekbe, érted? Hogy hittem az átokba, hittem abba, hogy belém tudnak küldeni valakit, meg mit tudom én, tehát én ezeket teljesen elhittem. És akkor azt mondja, na álljak oda ki, és akkor majd megtöltenek Szent Szellemmel. Hát hallod, előttem volt, vagy öt ember, Én nem meg a... betoltam volna. Hát én is ott tartottam, Attila, én nagyon féltem. Reszkedtem, izzadt a tenyerem, de egyfolytában csak imádkoztam Istenhez ott magamban, mert előttem volt még, vagy ott öt ember, akit rátette a kezét ez a pásztor, és akkor ott üvöltözött vele, meg gyógyulni akartak, és akkor ilyen műgyógyulásokat ott elvégzett, meg mit tudom én, és rám került a sor. Én addig ott imádkoztam magamban, hogy Istenem, ne engedjél már belém semmit, kérlek szépen. Semmi ne jöjjön már belém, mondom. Meg arra kértem, hogy ne essek össze, mert én már ott tartottam, hogy annyira féltem, hát mondom, én ettől a Szent Szellemtől, mondom, biztos, hogy össze fogok esni, mert láttam előtte vagy egy-két videót, hogy ott ilyen német Sándor féllét, hogy ott az emberek hajítják magukat a földhöz, meg mit tudom. Nem mondom, én tuti, hogy így fogok járni, hogy mondom, én itt össze fogok esni, és képzeld el, odaért hozzám, és hát nagyon féltem, majd még azért is imádkoztam, hogy ne érintsen meg, engem ne érintsen meg ez az ember, ne érintsen meg, de aztán megérintett, ott mondott valamit, aztán nem is hallottam én, hogy mit beszél, mert én közben ott imádkoztam magamból, hogy Istenem védjél meg mit tudom én, és hát majdnem elájultam, de a félelemtől, nem attól, mert belém töltöttek valamit, hanem annyira Milyen kemény. féltem, és utána az történt, hogy vége lett ennek az egésznek, és akkor ment sorba mindenkit ölelni, mindenkit megölelni, hogy üdvözli meg mit tudom én, meg hogy már testvér, meg hogy megvan telve lélekkel. Kérdezte tőlem, hogy mit érzek, és mondani kellett a mikrofonba. Hát mondom, Úristen, mit mondjak én, hogy közben ott a kamerák bele az arcunkba, érted? És akkor, hogy mit érzek? Hát mondom, mit érzek? Hát mondom, szeretetet érzek, hát csak azt éreztem, mivel Istent szerettem, de hát ő, tehát nem azért éreztem a szeretetet, mert ő belém töltötte, hanem alapból azt éreztem, amióta Isten megszólított engem. Tehát nem is tudtam másra gondolni onnantól kezdve, és az volt a durva, majd lehet, meg is van ez a felvétel, majd át fogom neked küldeni, és az volt a durva, hogy ment sorba mindenkit megölelni. És hát mondom, ez nem igaz, hogy nem akar az emberről leakadni, hát mondom, még itt meg is ölelget, én attól is féltem, mondom, az ölelésével is belém tölt valami akármi, és képzeld el, hogy megölelt mindenkit, kivétel, én voltam az egyetlen kivétel, engem nem ölelt meg, hanem egyszerűen csak odajött és kezet fogott velem. Tehát mindenkit megölelt, engem nem ölelt meg, csak egy kézfogásot. Hú, mondom, de jó, ezt is behúztam. És Úristenem, engedte meg tőcsön téged.
Nem, nem. De én ettől rettegtem, és utána ugye, utána otthon nem is mentem többet ebbe a gyülekezetbe, mert elkezdte ott ugye mondani a tizedet, meg mit tudom én, hogy tizedet kell fizetni, fizetésünknek a 10%-át. Utána még hívogattak hónapokig, képzeld el, hogy részt vehetek, ilyen fogadjak magamnak online pásztort, onnan közülük, aki majd engem felhív, és akkor majd ápolja a lelkemet, meg mit tudom én, de azért fizetni kell. Tehát, hogy adjam meg a bankszámlaszámomat, és akkor azért ezt bizonyos összegnek a keretein belül ők ezt a szolgáltatást nyújtják, hogy online pásztort biztosítanak. Hónapokig zaklattak vele, képzeld el. Online masszírozzák a lelkedet néhány forintért, vagy 1000 forintért. Nagyon kemény. Ú, Istenem, Nagyon Istenem. durva. Picit így, hát így nevetünk rajta ezen, Cornélia, de hát ezért szomorú is most. Ha arra gondolunk, hogy hány ember van benne ebben, és hány ember hiszi ezt el, és hány ember meg van kötözve ezáltal, akkor azt kell mondjuk, hogy hát igen, egyik szemünk nevet, hát miért nevet? Azért, mert az Úristen kegyelmes volt hozzánk, de a másik szemünk sír azokért, akik benne ragadtak ebben a mozgalomban, ebben a jelenségben. Igen. Hát rengeteg embert is képzeld el, tehát teljesen mindegy, szegényeket, gazdagokat, mindenkit. Tehát mindenkit láttam ott, olyan embereket, akik ugye az utcáról jöttek be, és hát lehetett rajtuk látni, hogy szegények, betegek voltak, és bejöttek azért, érted, hogy találkozz, hogy Istennel. Tehát, hogy nem tudják azt, hogy ők otthon is találkozhatnak Istennel, és eljönnek, és elrabolják úgymond a lelküket ezeknek az embereknek, megfosztják a gyógyulástól, az Istennel való kapcsolattól, megfosztják az embert. És a szívem szakadt meg, hogy ott végignéztem, hogy betegek, sánták, meg minden, és akkor volt olyan, akire elkezdett ott ordibálni, hogy gyógyuljon meg mit tudom én, űzte belőle a démonokat, és szegény bácsi utána ugyanúgy járt, mint ahogy előtte járt, de a tömeg az tapsolt, meg mit tudom én, a pásztor mondta, hogy elvégeztetett, elvégeztetett, és hogy tessék, hogy nézzék meg, hogy meggyógyult a lába, meg minden, és én meg csak ott álltam, mondom, most én vagyok a hülye, hogy nem látom, hogy meggyógyult a lába, vagy mondom, most mi történik, mert én láttam, hogy semmi nem változott. És még a bácsi is elhitte, hogy ő meggyógyult, érted? Még ő is örjöngött és tapsolt, hogy őt meggyógyította a pásztor, vagy a Jóisten, és közben ugyanúgy ment tovább, ugyanúgy sánta volt, de elhitte. Szóval, nem tudom. Borzalom. Meg ez így visszagondolva, legfőképpen ez a Szent Szellemmel való betöltekezés. Tehát erről is úgy beszéltek, mintha egy megírt sablon lett volna. Tehát most elmegyek, engem például így készítettek fel, hogy elmegyek, ott majd megkapom a Szent Lelket, vagyis a Szent Szellemet betöltenek Szent Szellemmel, onnantól kezdve kész, már nekem nincs semmi dolgom, hanem majd menni kell bemerítkezni, és onnantól kezdve majd fogok tudni nyelveken szólni. Hát mondom, ezt mondom, így Ó, működik ez ez, kemény ilyen helyezést. Kemény. papír szerint így le van írva, hogy ez ennek így kell lenni, és hogy ezt a Szent Lelket mondom, ezt a Szent Szellemet, akkor hallottam ugye először, hogy azt Szent Szellemnek hívják, nem is értettem, hogy mondom, azt most csak így adják, veszik az emberek. Szóval nagyon durva volt, nagyon durva volt, de azért vagyok egyébként hálás, mert egyszer voltam itt, ebbe a Miskolci gyülekezetbe, azt hiszem kétszer vagy háromszor voltam Budapesten, de hogy ezeket mind megmutatta Isten, hogy mi van ott. És nem engedte azt, hogy belefolyjak, nem, tehát nem hagyta nyugodni a lelkemet. Tehát én nem éreztem például azt egy gyülekezet után, mint amit nálatok éreztem, amikor titeket megtaláltalak, hogy na végre, hogy megnyugodtam,
hogy ez az, amit kerestem. Tehát akár melyik gyülekezetbe mentem, akárhova mentem, akármit olvastam, ha én egész nap imádkoztam, és volt nekem szép Jim Sanders imádságos könyvem a Biblia alapján, itt van szépen a könyvespolcomon, és az tele van ilyen bibliai igékkel, úgymond kivették a Bibliából az igéket, és akkor abból csináltak imádságot. Na hát én volt, mikor egész nap azt mondtam, meg tényleg olyan voltam, mint a zombi, felkeltem reggel, kinyitottam a szemem, és akkor elő a Biblia, 91-es Zsoltárt olvassam. Jöttem, mentem, megittem a kávémat, mondtam megint a 91-es Zsoltárt, mert féltem. Szóval, hogy nem éreztem azt, hogy megtaláltam, hogy nyugalmam lett volna, érted, békém lett volna, hanem ugyanúgy jelzett a lélek, hogy bennem volt az a, most tudom már csak így visszagondolva, hogy a lélek volt, ami jelzett, hogy nem itt van a helyed, és nem ezt kell csinálnod, mert... Ezt hogy értelmezik? Úgyhogy egy démon benned van. Tehát, ha az Istennek a munkát, a léleknek a munkáját, ami jelzi számodra a piros lámpával, jelzi, hogy valami nem stimmel, amit rosszul csinálsz, rossz helyen vagy, azt kioltják, azt mondják, hogy ez démon, ezt ki kell űzni belőled. Hogyan fogsz megmenekülni, hogyha kiűzik a lelkiismeretnek a hangját belőled? Te, akkor én hallgatom tovább, de én itt le vagyok hidalva, itt komolyan mondom, amit hallok. Igen. És mindvégig bennem volt ez a nyugtalanság, még azután is, miután bemerítkeztem. Tehát ott is ugye mondták, hogy tehát én mondjuk a bemerítkezést azt úgy vártam, mint a megváltásomat, hogy majd Isten tudja, mi fog velem akkor történni, hogy én ott majd megszabadulok mindentől is. Egyébként lélekben nagyon átéltem azt a bemerítést, tehát nem mondanám egy rossz emléknek, mert én ugye nagyon-nagyon kerestem is, és tényleg nagyon-nagyon vágytam azt, hogy megtaláljam Istent, és hát azt mondták, hogy menjek el bemerítkezni, akkor majd úgy biztos közelebb kerülök hozzá. Tehát én azt is átéltem nagyon, de hogy utána sem éreztem semmit, és utána is jöttek a bajok, ugyanúgy agresszív voltam, ugyanúgy nem történt semmi. Tehát abszolút semmi, és én akkor éreztem azt a békét, amikor mondta, hogy na most már megnyugodhatsz, amikor ugye így rátok találtam is. Tiborral beszéltem, veled beszéltem is, és akkor éreztem azt, hogy a lelkem azt mondta, hogy na ez az, és most már megnyugodhatsz, hogy nincs, tehát hogy megérkeztél. És innen már csak rád van bízva. És tényleg az volt a jó, hogy azóta is bennem van ez a béke. Tehát nem érzem azt, mint előtte, hogy mindig lett volna, tudod, ez az ellenállása, amit most már tudok, hogy az a lélek jelzett az ellenállása. Tehát ez nincs bennem, hanem olyan egy hatalmas békém van, és a legdurvább az volt számomra, amikor ugye beszéltem Tiborral is, meg veled is, hogy senki nem mondta, hogy mit kell csinálnom. Tehát, hogy ezt kell csinálnom, vagy azt kell olvasnom, vagy mit kell nézzek, vagy tehát, hogy nem voltak szabályok, érted? És én ezen csodálkoztam is, hogy nincsenek szabályok. És hogy ugye az volt, hogy a személyes kapcsolatot, tehát ami én és az atya között van, erre irányítottatok rá, és akkor éreztem tényleg azt, hogy jé, nincsenek szabályok, nem kell megfelelni, nem kell ezt tenni, nem kell menni sehova, nem kell fizetni, nem kell aggodalmaskodni, hogy most én megfeleljek egy gyülekezetnek, vagy bárminek is, vagy embereknek, hanem egyszerű emberek is, és Istennel vannak, és hogy ezt én is megkaphatom. Tehát ez azóta is tényleg ez a mérhetetlen nyugalom, ez és béke, amivel jelzi a lélek, hogy igen, így kell, hogy legyen, és ez az, amit az atyánk akar.
ez tényleg a legnagyobb ajándék számomra. És nagyon, nagyon rossz látni azt, hogy tényleg, amíg a gyülekezetekbe is mennek, hogy szó szerint elzárják a jó Istent maguk elől, az emberek elől. Szomorú. Nagyon. Ott, Kornélia, két dolog jött, amik hallottalak. Egyik az, hogy miért volt békességet akkor, amikor bemerítkeztél. Azért, mert meg van mondva ugye az ember számára, hogy a szívek vizsgálója az Úr. Ugye ő a szívek és a verség vizsgálója. Nem azt mondja, az agya és a cselekedetek vizsgálója, hanem azt nézte, hogy milyen a szándék a szívedben. Nem azt nézte, hogy merre dőltél el abban a vízben, vagy hogy egyáltalán bemerítkeztél, hanem az, hogy a szívedben mi volt. És ettől volt békességet, nem a cselekedettől. A másik dolog az, ami nekem így jött, miközben hallottalak, hogy ezen én is keresztül mentem. Én nem úgy láttam, mint te, nem voltam annyira benne, kívülről láttam. És az igazság az, hogy eléggé megszomorodtam, amikor láttam, hogy emberek tömegeit hogy csapják be Isten és Jézus nevében. Ez brutális érzés volt számomra. És sajnos én rosszabbul jártam, mint te. Olyan értelemben, hogy én amikor ezt megláttam, akkor megmondom őszintén, hogy bennem olyan harag és gyűlölet lett úrrám az ilyen jelenségekkel szemben, és sajnos még áttelt az emberekre is valamilyen mértékben. Tehát én meg kellett bánjam azt, hogy én tévedtem, tehát én nekem azért, amit én láttam a gonoszságot, az alatomosságot, a hazugságot, nekem még mindig nem lett volna jogom, hogy haragudjak embertársaimra, gyűlöljem őket. És ezért örülnek neked, hogy te erre bár látod azt, hogy tulajdonképpen ez milyen szellemiségből való, de nem érzem azt, hogy te neheztelnél bárkire is emiatt, hanem inkább tényleg azt hallom ki a szavaidból, hogy talán vágysz arra, hogy mások is meglássák azt, hogy Isten él, nincsen szüksége arra, hogy megsegítsük őt, tehát nem koldus, nem mi kell, úgymond masszírozzuk egymás lelkét helyette, hanem ő a vigasztaló, ő a pártfogó, ahogy Jézus elmondta. Ez nagyon fontos dolog szerintem, mert nagyon könnyen átmehet az egész ilyen neheztelésbe, és akár ember gyűlöletbe is, sajnos. Amikor az ember meglátja, hogy milyen durván becsapatták volna őt, vagy milyen durván meg lett volna ő kötözve, hogyha ő ebben benne maradt, ebben a dologban. És akkor szerintem most már érzed azt, hogy miért fontos ez ilyen dolgot elmondani, a háztetőkről kiáltani. Mert sokan úgy ébrednek erre rá, hogy valakit ő hallja, hogy hallják, hogy te, hát figyelj, hogy az ember, Isten igazából sehova nem tartozik, semmilyen szervezethez, semmilyen felekezethez, törvények, szabályok, és mégis az élő Isten vezeti őt. És mégis az élő Isten a szívére helyezi azt, hogy bizonságot tegyen az ő szeretetéről, az ő megváltó kegyelméről. Ez a botrány. És képzeld el, hogy amikor az ember 10-20-50 éven keresztül az Istent meg Jézust egy ilyen szervezettel asszociálta, és nem tudja, hogy hova, nem tudja hova rakni, nem tudja hova tenni azt, hogy valaki ott van, beszél az élő Istenről, és nem kötelezte el magát semmilyen emberi szervezetnek, nem kellett beálljon sehova, nincsenek ilyen vallási ritusok, nincsen semmi, de mégis van egy élő kapcsolat. Mégis van vigasztalás, mégis van tanítás, mégis van pártfogás, mégis van bátorítás, mégis vannak álmok, kijelentések és minden. Ez itt fontos látod ezt elmondani, mert sokan nem tudják, hogy lehetséges. Sokan nem hallottak még arról, hogy van ilyen, hogy az Úristen mindenkit egyen-egyenként a nevén szólít, megszólít személyesen, személyre szabotta. Mert csak ő ismer bennünket, ő ismeri a nyomorúságunkat, hogy mivel küszködünk, milyen problémáink vannak, mi az, amit nem értünk, mik a félelmeink, mik a fájdalmaink, hát hova mehetnénk, kihez máshoz mehetnénk.
Ugye? Igen, igen, igen. Hát ez botrány egyébként. Botrányos, tehát. Úgy botrányos tényleg, hogy semmit nem kell igazából, és hogy nem kell semmihez tartani, és az emberek személyébe botrány, mint ahogy az én szemembe is először az volt, hogy most akkor nincsenek szabályok, nem kell tenni semmit, tehát hogy akkor most ez hogy van, és tehát... De úgy is nincsenek szabályok, felkelsz, tisztekül támasz, 20 guggolás. Igen. Vannak szabályok, az biztos, tehát az igazságban, Isten országában vannak szabályok, de nem úgy, ahogy mi gondolkodunk a szabályokról. Mert mi, amit szabályoknak hiszünk, az elgépiesedés gyakorlatilag. Ez nem szabály, amit mi annak ismerünk a vallásban, vagy akár a földi, akármelyik földi rendszerben, hanem az maga az elgépiesítés, tehát az ellélektelenedés, az a szabály, ugye? Egy szabály van, Jézus elmondta, mi a szabály. Tehát az szerintem az nem szorul magyarázatra, sem filozófiára. Az igen. Egy szabály. Igen. Igen. Hát, ez van. Na, nekem le kell tennem, mert mennem kell a kisfiamért. Mindjárt 3 óra. Jó. Na. Hallod, de igyekezz, mert lehet, hogy megérkezel, és már el lesz kelve a fiat, én valaki mást kell elhozzal az a vodából a fiat helyét. Nem. Na, ő nem megy el senkivel, az biztos. Na, akkor mennek a bizonságodnak. Csak így tovább. Oké. Na, szia Isten áldjon. Szia. Szia.